Kovács Anna tündét valószínű nem kell bemutatni nézőinknek, hiszen volt már a vendégünk néhányszor. Színes egyéniség és egy sokoldalú zenész. Saját szerzeményei könnyedek és derűsek, máskor mély érzelmekről tanúskodnak, ahogyan a legújabb dala is, amelyet ma bemutatunk önöknek. Az Olyan egyszerű című dalról van szó, amely hangulatával, képi világával is elrepít bennünket egy másik dimenzióba. Lássuk hát, hogyan szól a dal, hisz itt van a megálmodója is, Kovács Anna tünde, szeretettel köszöntünk. Sziasztok, én szeretettel üdvözlök mindenkit. Szia, hát ez az új szerzeményed a YouTube videó megosztó már számos megtekintésben részesült. Mesélj nekünk egy kicsit a dal keletkezéséről. Honnan inspirálódtál, miből született ez a dal? És éppen melyik énedet vetted elő, hiszen tényleg nagyon sok oldalú vagy. Ezek ilyen személyes élettapasztalatok, és hát miről a legszebb énekelni, vagy írni, vagy verseket, költeményeket, vagy zenéket, mint a szerelemről. Hiszen amikor szerelmesek vagyunk, amikor mélyen szeretünk, akkor vagyunk a legközelebb önmagunkhoz. És ezek személyesen megélt élettapasztalatok, és egyszer, ahogy jött az ihlet, akkor ez ceruzát fogtam, kottát, hangszert, és akkor ez így megszületett. Olyan egyszerű, majd hamarosan meg is hallgatjuk ezt a dalt, a címe is olyan egyszerűnek tűnik, különben társult hozzá egy nagyon szép videóklip is, amelyet önök is megtekintetnek, kedves nézők, bármikor. Az idén nyáron született ez a dal, gondolom dédelgetted egy darabig, amíg elkészült. Mesélj egy picit a munkafolyamatodról, hogy amikor éppen megszületik egy új dal, akkor hogyan sikerül ezt megalkotni, kigondolni, hangszerelni, és majd előadni úgy, ahogy mi is meghallgathatjuk. És azt is áruljuk el amúgy, hogy Fábián Lehel is szerepel, amúgy, akivel nagyon sokat dolgoztál együtt. Egyrészt tanítványod is, ugye? Igen, így van. Hát amikor így jön az ihlet, akkor nagyon törekszem, hogy aznap csak azzal foglalkozok, vagy hogy tényleg felépítsem, hogy azért ez egy folyamatos munka legyen, és hogy megszülessen egy szép végeredmény. Hát megvoltak hozzá azok az emberek, akik támogattak. Itt igen, megemlíteném a kedves tanítványomat, Fábián Lehelt, aki egy nagyon vagány emberke is, és egy igen tehetséges diákomról beszélünk, aki kitartóan és nagyon örömmel, szeretettel, kedvtelésből mellém állt, és akkor azt mondta, hogy persze, hát Tünde, vagány, csináljuk meg, halássuk, mit lehet belőle kihozni. Jöttem az ötletekkel, és itt megemlíteni még a nagyszerű hangmestert, Kacsó Tibort is. Üdvözöljük szeretettel. Üdvözöljük, igen, szeretettel. Szerencsés vagyok, mert hogy olyan emberekkel sikerült ezt a dalt megalkotni, akik nagyon szívvel, lélekkel hozzátettek a dalhoz, és ez lett a végeredmény, amit majd a nézők láthatnak. És hát nem mindegy, hogy van egy jó dal, és aztán társul mellé egy jó videóklip is, ugye ebben is segítségedre voltak többen is, mert hogy valahogy ennek a hangulata is úgy visz magával, tehát hogy azt érezzük, hogy itt az érzelmek mellett van valami többlet is. Nekem például a képek nagyon sokat segítenek, nem tudom, te hogy érezted ezt? Voltak ilyen ötleteim, hogy a videóklip az olyas valami legyen, ami én vagyok, tehát hogy azt a világomat mutassuk meg benne. És itt megemlíteném Márton Lászlót és Sáy Robertet, találkoztunk, összeültünk a tavaszkor, hogy végül is akkor mikor szülessen meg ez a klip, a körülményei, milyen legyen a dekoráció, mit képzelek el. Na, ez nagyon érdekes volt, mert nekem szinte az utolsó pillanatban derült az ki, hogy ez egy éjszakai forgatás lesz, és a fiúk jöttek azzal az ötlettel, hogy Tünde, ne azt csináljuk, hogy sétálgatunk az utcácskákban és a városokban, mert hogy erről már volt egy ilyen klip, hanem egyszerűen találjunk ki egy vagány témát, lássuk, hogy te mi vagy, találjunk egy szép helyszínt, dekoráljuk ki, gondold ki, jegyzeteljük le, és akkor ezt így megszerveztük. A forgatás az május-júniusra volt tervezve, de nagyon sokáig húzódott, mert hát egy nagyon esős időszak volt, 40 napig vártunk tényleg, hogy elkezdjük a forgatást. Igen, minden nap esett az eset. Ez medernél volt. Igen. És néztük az időjárás előrejelzéseket szinte ilyen percenként, és üzengettük, hogy akkor ez megint tolódik. Hál' Istennek volt egyszer egy olyan nap, amikor tényleg 24 órát nem esett, és Vásárhely környékén a Nyomáti erdőben kimentünk autókkal,
dekorációval feldíszítettük, találtunk helyet, megkerestük, feldíszítettük, persze én azelőtt itt tervezgettem, hogy milyen elemek legyenek ott, és mi az, amit bele kell vinni. Na hát, ez csak egy ilyen, ez még itt laza volt, de viszont nem tudatosult az bennünk, hogy mi tulajdonképpen éjszaka az erdő közepén fogunk forgatni, és bizony voltak érdekes, izgalmas dolgok. Medvével találkoztatok, ugye? Volt hát, videóklipet, csak ki kellett volna várni. Elsősorban nagyon hideg volt. 15 fok volt július közepén, abban az esős időszakban, és szúnyogokkal meg kellett küzdeni, másnap hajnalban kullancsoktól kellett megszabadulni. És volt, igen, ami durva volt, hogy a forgatás kellős közepén éjjel egy órakor, hát most olyan kedvesen megmosolygom, meg hát kacagtuk végül, kivittünk egy generátort, ami a fényeket segítette, az hatalmas zaj csapott, mi ezzel a tudattal úgy megnyugodtunk, hogy jaj, minden rendben van, tehát itt maci nem lesz. De viszont ezt a generátornak, ezt a zaját így nagyon valamilyen iszonyatosan ordítozó, kiabáló hang, ezt átharsongtam, és egyszerűen belénk fagyott a vér, hogy ez mi az, de tényleg, mintha ilyen földön túli valami volt. Leállt az egész forgatás, én ott álltam egy szál ruhában, vacogtam, és akkor néztem azokat a rémült fiú arcokat, hogy a férfiak teljesen meg vannak rémülve, és akkor azt mondtam, jó, Tünde, akkor ez most egy nagyon érdekes klip lesz, ki tudja, hogy fog zárulni, úgyhogy ilyen izgalmak között forgattunk. Nem tudhatjuk, hogy mi volt, akkor ez a zaj. Nem tudjuk, tehát nem, mi jó, sem tehát tudtuk akkor meg, ezt sem mi sem tudtuk meg, ez de azért... Ez egy fordulat azért ebben a történetben. Azért egy volt az az óra, amikor azt mondtam, hogy jó. Akkor most úgy elég volt. De lehet, hogy vissza kell menni még egyszer oda, hátra lehet. Egy új dalra. Tényleg egy picit vissza a mindennapokhoz. Igen, hiszen a mindennapokban ugye nem csak oktatsz is, ugyebár, és klasszikus gitárművészként titulálhatunk téged. Az lenne a kérdésünk Ingával, hogy amúgy hogyan fér, nyilvánvaló, hogy azért kiegészítik ezek a dolgok egymást, de mégis segíti az, hogy dalt szerzel, tanítasz is, játszasz is. Hogyan érzed magadban ez? Hova tudod a lelkedben ezeket kategorizálni? Nagyon szerencsés vagyok, és nagyon hálás, mert én azt csinálom, amit szeretek, és nagyon szeretek gyerekeket tanítani. Ugye egy gyönyörű, tiszta világú lelkekről van szó. Szükség van arra, hogy olyan dolgokra, értékrendre neveljük őket, ami talán megmentheti még ezt a világunkat, és a tanítás az teljesen más, mint az előadó művészet. A tanítás egy nagyon nemes foglalkozás. Ott vagy a parányi kis lelkecskékkel, és nem utolsó sorban, hogy zenét taníthatok, hangszert, ez egy olyan kis mesevilág. Az előadó művészet az megint egy más világ, hiszen ott önmagunkba fektettünk, fejlesszük magunkat szakmailag, kiállunk, átadunk, tehát szinte körülöttünk forog az egész világ, hogy hogyan tudjak jó lenni, mit fejezek ki a zenémmel. Tanításban viszont adunk, tehát nevelünk, átadunk, belefektetünk a fiatal generációkban. Mind a kettőt szeretem csinálni. Az a helyzet, hogy nem, egy picit nehéz persze, mert hogy hát szinte 24 órás munka, egy enyhe túlzással, sok figyelmet, sok, főleg a tanítás az felelősség, tudatosan próbálom csinálni, és igen, tehát zsúfolt sokszor a programom. Meg talán a kettő ki is egészíti egymást valamelyest az életedben, azt gondolom. Azt megfogalmaztad magadnak, hogy mi az, ami téged amúgy inspirál? Tehát, hogyha így a mindennapokból kellene töltekezni, amikor mondjuk elkészül egy dalod, akkor mi fog meg? Mi indítja ezt a folyamatot el? Nagyon, én azért egy ilyen elmélkedő ember vagyok, és nagyon sokat gondolkodom, szeretek látni, olvasok is, és egy olyan életet próbálok, törekszem kialakítani, ami sokszínű. Tehát ugye az utazással, ugye a párkapcsolatomat, tehát magánéletben is próbálok teljes lenni, egy kiegyensúlyozott életet próbálok élni, és hogy az emberi kapcsolataim azok nagyon fontosak, mert hogy hát van az a mondás, hogy gyűjtsünk emlékeket és nem tárgyakat. Én ezekben a dolgokban hiszek, és ezekből építkezem. Annak idején tudtad amúgy, hogy a gitár szerelmesen lesz, vagy mikor volt az első találkozásod amúgy a gitárral? Nagyon pici voltam, amikor még vidéken
nevelkedtem a nagyszüleimmel, és apu a diófára egy hintát felkötött, és nekem az volt az én szenvedélyem, hogy reggel, hogy felkeltem, felültem a hintára, és akkor a repertóriumot ott elénekeltem. Ez ilyen 6 éves koromtól kezdődött, és ez nagyon sokáig tartott. És akkor a szüleim úgy a művészeti iskola fele vezettek, és elkezdtem zongorázni, aztán 94-ben megalakult a klasszikus gitárszak Marosvásárhelyen, a művészeti liceumban az első generáció voltam, aki ezt elvégezte, és vissza is jöttem tanítani. Milyen szép történet, hogy van ennek egy körforgása, és amúgy itt van egy dal premier, itt az üzenet szeretettelben, de arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen terveid vannak. Uh-huh. Én abban reménykedem, hogy Tünde elárulja nekünk, hogy már dolgozik valami új dalocskán is éppen. Igen, így van, tehát elkezdtem dolgozni. Mert jönnek az ünnepek is, bocsánat, és ilyenkor azért... Igen, van 2-3 projektem, még olyan nagyon vázlatosak a dolgok, van egy saját dalom körül egy nagyon vagány zenésszel dolgozok, de a nevét nem szeretném elárulni, az meglepi lesz, igen. Decemberben lesz egy csajos koncertünk, ez egy másik projekt, amivel vagány énekes lányokkal fogunk együtt énekelni, egy karácsonyi koncertre készülünk, és a gyerekek, ők nem utolsó sorban, egy szép karácsonyi műsorral is készülünk, és már azt is izgatottan várják, mert a mindenféle zenei stílusból fogunk játszani. Na hát alig várjuk majd, hogy előrukolja a következő daloddal, de addig is javasolom, hogy hallgassuk meg a várva vár dalt, olyan egyszerű. Kedves nézők, akkor dalpremiér itt az Erdély Magyar Televízióban, Kovács Anna Tünde énekel. És köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. Köszönjük. Én is köszönöm a lehetőséget. Pedig olyan egyszerű, mégis felkavar. Ez az egész olyan, mint egy varázslat. Feloldanám, de nem tudom. Folyton közel van, már nem akarom. Pedig olyan I'm not afraid to die.